Játszótér, tó, pavilon és tanösvény is szerepel azok között a tervek között, amelyek a közeljövőben megvalósulhatnak Debrecen egyik emblematikus helyszínén, a Petőfi téren, amely a Zöldváros program következő állomása. A részletekről Papp László polgármester számolt be február 4-én. Megjelenik majd a téren egy 400 négyzetméternyi vízfelülettel rendelkező kis tó, ahhoz kapcsolódik majd egy pavilon, ahol egy kávézót, kis éttermet szeretnénk kialakítani. Az egész terület az 1,7 hektár, 17 ezer négyzetméter, és ennek a teljes zöld területi megújítása része a programnak. 6000 négyzetméteren fogjuk a gyepfelületet megújítani, 3000 négyzetméteren cserjéket, évelő növényeket elhelyezni, 85 új fát fogunk telepíteni a területre, és természetesen sétányok alakulnak ki, és egy 750 négyzetméteren gumiborkolatú játszóteret is elhelyezünk majd. Papp László kiemelte, Debrecen legrégebbi közparkjáról van szó, amely az évszázadok alatt jelentősen megváltozott. Történelem évszázadai formálták ezt a teret. Régen ez a város déli határa volt, hiszen itt volt az indóház annak idején, ugye a pályaudvar a nagyállomás helyén, vasúti megállóhely volt, és hát a II. Világháború bombatámadásai következtében számos emblematikus épület elpusztult. Itt volt a törvényszék épülete, a régi nagy Deák utcai zsinagóga, illetve a Royal szálló, amelynek vendége volt Ady Endre is annak idején. És szeretnénk egy város történeti tanösvénnyel emléket állítani a régi Debrecennek. A polgármester hozzátette, a közbiztonság megóvása érdekében 14 kamerát helyeznek majd el a téren. A közbeszerzési eljárást februárban tervezik elindítani. A munkálatok várhatóan nyáron kezdődhetnek el, és a tervek szerint 2022 első felében fejeződnek be.